Na hát akkor sziasztok! Jön egy teszt rajt, aztán 30-tal az időmérő. Egyelőre egész jó az időm itt az edzések folyamán. Ott vagyok az első 2-3-ba. Nagyon bízom benne, hogy ez így is marad, nem rontok az időmérőn, úgyhogy hát nyomassuk. Egyelőre úgy látom, hogy nem ragadt senki, de Kevin ragadt, úgyhogy kilép, belép, aztán lesz még egy restart. Ugye azért kezdjük ilyen hamar, hogyha valakivel van ilyen ragadás, akkor ez megoldódjon. Általában most az utóbbi időben én szoktam ragadni, de most hál' Istennek nem, úgyhogy. Szeretem nagyon ezt a pályát. A Porsche az meg nyilván alapvető. Ugye azt is szoktam általában választani a gyártók versenyén, itt a Gran Turismo-ba. Úgyhogy azért is indultam el ezen a bajnokságon. Ó, már vagyunk négyen. Sziasztok! Nem fogtok hallani ma senkit mellettem beszélni, ugyanis most szeretnék nagyon jó eredményt elérni, úgyhogy próbálok koncentrálni, és hogyha van valami beszéd, akkor az képes ugye az embert kizökkenteni egy picit a koncentrációból, úgyhogy most egyedül vagyok, kevesebb lesz a beszéd valószínű, de próbálom majd izgalmassá tenni a versenyt. Most indul a következő teszt rajt. Szia János! Valamennyire próbálom majd olvasgatni a kommenteket is. Itt van mellettem a telefon. Nyilván a versenyem már le lesz fordítva, nem fogom nézni, de időmérő után még ránézek meg, így most, amíg nem kezdedik az időmérő. Gyakoroltam rajtot is. Elég sokat ma. Egyelőre egész jó. Aztán meglátjuk. Itt az új festésem, egy picit láthattátok egy pár percig, egy másodpercig, bocsánat. Most nem ragadt senki, úgyhogy valószínű, hogy akkor 30-kor indul az időmérő. Aj, nagyon kedves János, én is nagyon vártam, azért nem volt stream, mert nem is játszottam. Közben kiköltöztem Ausztriába, úgyhogy nem volt sajnos kapacitásom kihozni a gépet, de most már végre itt van, úgyhogy most, ha minden igaz, akkor megint elkezdődik a stream. Nyilván nem olyan mennyiségben, mint amikor karantén volt, de amennyit enged a munka, meg az idő, annyit leszek, és próbálok streamelni, meg izgalmas versenyeket futni. Aztán meglátjuk. Nehéz volt visszaszokni. Szia! Pet, ki lehet ez? Na?
Pajci, hajrá, hajrá, Pajci, nyomjad. Pajci, ő itt van velünk a pályán. Nagyon gyors srác, iszonyú fiatal. Tényleg nagyon ügyes, úgyhogy, úgyhogy őtől is várom, hogy ott legyen az első 3-4-be, és harcoljunk egy nagyon jót. Úgyhogy... Jaj, na ki lehette BMW, mi? Megvan. Köszönöm, Klára, nyomni fogom, mindent megteszek. Na, 30 van, úgyhogy mindjárt kezdjük az időmérő. Szia, Danika, egyem a drága szívedet, megérkeztél te is. Lefordítom a telefont, úgyhogy most nem fogom látni, mert ugye nagyon zavaró, hogyha itt van, ugye, és látom a periférikus látásból, hogy valaki ír, de igyekszem az időmérő után válaszolni mindenre, úgyhogy nyugodtan írjatok. És szurkoljatok, persze, kelleni fog a bíztatás. Ja, most esett le, Petike, jól van. Na, ki lehette BMW, látod? Most esett le. Elég hosszú idő kellett hozzá. Most már 31 van, és még mindig nem megyünk. Nem tudom, hogy mi lesz. Majd a verseny végén lesz egy interjú, úgyhogy ha szeretnétek meghallgatni, hogy mi volt a véleményem, vagy mit kérdeznek tőlem, akkor majd megyek el vissza a srácokhoz a partiba, és akkor ott lesz egy ilyen kis rövid interjú a verseny után. Nagyon-nagyon taktikusnak kell lenni majd a versenyen, nem tudom, meg kell várni az első 3 kört, hogy hogy alakul ki az eleje, kik lesznek elől. Nagyon nem szeretnék elől menni, mert nehéz spórolni, üzemanyaggal spórolni kell majd nagyon, gumival is persze, de avval kevésbé, tehát az kibírná igazából, hogyha végignyomnánk. Olyan fél távnál kell körülbelül 25 percnél majd boxba jönni. De ez ugye majd változni fog nyilván a versenyben. Ugye, hogyha valaki megpróbál egy picit meglugni, akkor mindenképpen el kell menni utána, hogyha kiesünk abból a szélárnyék távolságból, ami most a játékban 7 tized, és azt hiszem 1 egész valamennyi volt, most nem akarok azon, hogy pontosan mennyi volt eddig. Ezt nemrég javítottak ezen, úgyhogy ez így tök jó, mert hogyha tényleg igazán gyors tudsz lenni és lehet nyomni a verseny, akkor megpróbálhatsz lelépni. Azért az 1 egész valamennyi távolságból nagyon nehéz volt kiszakadni a szélárnyékból. Most azért nézitek simán a képernyőt, mert benne van a fejemben egy tök jó kör, úgyhogy most nem akarok bemenni praktiszolni addig, vagy edzeni magyarul, mert nem szeretném, hogyha a hibák most egy kicsit kizökkentenének a koncentrációból, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Nem értem, hogy miért nem indulunk egyelőre. Van egy új festésem, szerintem nagyon szép lett, na jó, így nem lehet látni. Csak a hátulját. Úgyhogy vissza is lépünk a boxba. Megnézzük a srácokat. Mozsi, ő egy nagyon nagy ellenfél lesz a versenyen, mindenképp, kicsit beülünk hozzá. Pajci futott is egy nagyon jó időt, azt nézhetitek, 1.37.8. Nekem eddig 1.37.9 sikerült, voltam már
javítóba ehhez képest egy olyan 2 tizeddel, az utolsó kanyart elrontottam, hoppá, 37-7. Na, elkezdődnek a jó idők, úgyhogy kemény lesz a verseny mindenképp. Ja igen, azért más az idő, mert most nincsen a praktiszon kopás. Igen, mert ugye mi eddig úgy mentünk, hogy üzemanyagfogyás, meg gumikopás is volt. Most ugye, mikor beállítod a Gran Turismo-ba, hogy nincsen üzemanyagfogyás, akkor elméletileg az üres autót veszi alapul, nem a teli tankos autót, meg ugye nincsen gumifogyás, úgyhogy az így ezáltal jobb idők is lehetnek. Most azért elkezdtem egy kicsit izgulni, mire leesett, hogy ez a helyzet. Majd meg is nézem akkor mindenképp. Igen, nincs üzemanyagfogyás. Akkor megyek egy pár kanyart, mert biztos, hogy máshol lesznek majd a fékpontok, meg a kanyar tempó is teljesen más lesz. Szia Ádi, köszönöm. Ugye ezt a pályát valószínűleg sokan ismeritek. Nagyon sokáig ugye, nem tudom, hogy még mindig így van, nem akarok hülyeséget mondani, de a Forma 1-nek ugye az utolsó futama szokott lenni. Igen jó pálya. Perc és a időmérő kezdődik, úgyhogy addig lesz egy két gyors köröm. Ez nagyon magabiztos féktáv volt.
Gyorsan megkérdezem, hogy szélárnyékozni ér-e az időmérőm, vagy sem? Mert ezt nem kérdeztem még meg. Ugye ez még... Aha, lehet. Na jó, akkor ugye valószínű, hogy Mozsinak szélárnyékos volt az ideje. De amúgy is brutál, tehát az még szélárnyékkal is nagyon jó. Hogyha úgy volt, ha nem, akkor nagy bajba vagyunk, srácok. 6 perc, nem tudom mikor írta a Dixi, az a baj. Húha. Izgulás van ezerrel, esküszöm, ezeken a szimulátoros játékokon ugyanúgy tudok izgulni, mint élőbe. Ezt az élményt, ezt nagyon-nagyon visszaadja így. Még akkor is, hogyha nyilván tudjuk, hogy a Gran Turismo-nak nem olyan nagyon éles a fizikája. De a versenyzési élményt, az nagyon jó. Na most kezdünk az időmérőn, úgyhogy szurkoljatok. Kéne fogni egy jó szélárnyékot. Nem lesz egyszerű. Azt hiszem most pont a Kevin megy előttem, a német srác. Ha mindjárt kiderül, nem, a Rocco Rudi. Mozsi mögöttem van, vele jön a Kevin, bevárom őket. Nem hiszem, hogy fogok kapni szélárnyékot, de megpróbálok a sor végére beállni. Aztán meglátjuk. Mind a ketten nagyon gyorsak. Mozsi elindult, úgyhogy... Kevin lemaradt. Ja igen, restart lesz valószínű, valaki megint leragadt. Aha, a pajci, sajnos. Nagy kár lett volna érte. Valószínűleg nem jövök a GTC-re. Hív a Dixi. Árjatok. Hello. Na, szóval nem jövök, mert úgy néz ki, hogy nem lesz időm a télen. Na, akkor újra nekifutunk az időmérőnél. Akkor megint kell fogni egy jó szélárnyakot. Mindig ez a legnehezebb amúgy. Ha ki engedi, ki nem engedi, nyilván én sem engedném.
Úgyhogy ez egy szerencsejáték ilyenkor. Van 15 percünk, jobb oldalt láthatjátok, hogy már annyi nincs. Úgyhogy mindjárt kiderül, hogy mi lesz. Megyek egyet egyedül. Megpróbálkozunk vele. Legyen egy jó köröm. Hogy ide nem kellett volna ez a hiba. Nem lesz túl jó idő, úgyhogy rápróbálok még egyre. És akkor vadászunk egy szélárnyékot. Kicsit elrontottam a kigyorsítást, sajnos. Későn léptem a gázzal, ez ugye sokat számít ebbe az egyenesbe, de remélem, hogy jó idő lesz. Igen. Igen. Bevárunk valakit most.
láttam, mögöttünk jön a Kevin Mozsi szélárnyékba. A páros mögébe kéne állni. Nagyon nem is akarok lelassítani, mert kicsit megkülnek a gumik, aztán le tudnak rólam lépni.
Igazából ez tök jó látni, az első három, ugye Kevin előttem, ő az első, Mozsi mögöttem, már nincs mögöttem. És ugye szélárnyékoztunk. Ugye magamtól mentem azt a 35-8-at, de nem hiszem, hogy az sikerülhet. Hát harmadik hely. Szia Dávid. Nem nagyon
jött össze ez az időmérő. Oké, nyilván nagyon közel van az első három, de egy igazi versenyző nem elégszik meg a harmadik helyen. Úgyhogy abban a szempontból jó verseny szempontjából, hogy tudok majd spórolni, ha nem engednek majd előre. Úgyhogy nem tudom, mi lesz, meg kell várni az első kör végét, és akkor talán rendeződik a helyzet. Most következik egy 50 perces kínzás. Az lesz szexi az alán. Remélem, hogy a Borka Peti, Rédei Józsi, Újházi Tomi, Vámosi, Tibi az mind nézik. Ugyanis remélem, hogy lesznek olyan szituációk, amiből majd tudtok tanulni, srácok. Akiket most felsoroltam, őnekik segítek a rallycrossba most, az idei évben. Őket tanítottam, nagyon ügyes srácok. Iszonyatosan jó eredményeket értünk el az idei évben, én úgy gondolom, full pozitív. Úgyhogy, na srácok, hát innentől kezdve a koncentráció, szurkoljatok! Kevin bevállalta egyelőre az előmenést. Ahogy látjátok, elváltogatom az egyenesekbe. Mi négyen ugye most úgy néz ki, hogy egészen addig még nem kezdünk el csatázni, leszakadunk a mezőnyt. Ugye Kevinnek jobb a tempója, mint az ötödiknek. Nem tudom. Minél több üzemanyagot meg kéne spórolni. Meg gumit.
Láthatjátok előtt a Mozsinak ez a félig beszurkálása, ez a kedvence az őrával. Mindig csak így éppen-éppen beijeszt. Pajci lemaradt. Úgyhogy igazából hárman maradtunk, hogyha nem csinálunk nagy hibát, akkor nagyon-nagyon érdekes lesz az a verseny. Már most mosolygok, igaz, nem látjátok, hamarosan majd fogjátok azt is. Szeretnék egy kamerát, ami engem néz menet közben. Nem azért, mert magam imádó vagyok, de talán izgalmasabb lesz. Tudok érdekes arcokat vágni menet közben. Én egyelőre iszonyatosan jól állok üzemanyaggal. Tegnap épp hogy el tudtam menni 15-16 kört. De nyilván tegnap ugyanazt csináltam, mint most elől a Kevin. Úgyhogy gumiaim nagyon jók, azt, hogyha bal oldalt látjátok. Egyelőre jól alakul a verseny. Látom, hogy írtak, viszont nem tudom, most nyilván lassan megyünk, de nem tudom nézni, úgyhogy bocsássátok meg. Majd a verseny végén próbálok a interjú után mindenkinek válaszolni. Lassúnak tűnik a tempó, viszont elől a Kevinnek ehhez nagyon nyomnia kell, hogy én dupla szélányékba ennyire lazán. Tehát ez most csak az én szemszögemből látjátok ennyire lazának. Thank you.
Kevin nagyon elkezdett spórolni, jön ránk vissza a pajci. Most lenne jó tudni, hogy Mozsinak milyen állapotban vannak a gumiai, mert nyilván a Kevini biztos, hogy rosszabb elől, mint nekem. Megpróbálhatnék megugrani, ha most az ennyi kör alatt lenne akkor a különbség a Kevin meg az én gumiaim között, hogy nem bírna szélárnyékba maradni. És ha Mozsi nem tudna mindjárt átjönni a Kevinen, akkor jó lenne. Na de hát ezt nem tudom. Úgyhogy... ha nem jön ki 2-3 körön belül a Kevin, akkor rápróbálok.
a box kiállás előtt. Kevin vagy spórol, vagy nagyon szenved. Megpróbálom most. És jól éreztem, szenved a Kevin. Le kéne róla lépni. Nem ennyi hibával mondjuk. De egyelőre nincs szélárnyékuk. 7-10-től van szélárnyék. De egy mozsirában kényszerű vagy nyomja. Megnézzük, mennyi gumia van.
Látjátok, itt most megleptem őket ezzel. Elkezdtek egy picit csatázni. Nagyon jó volt, hogy ennyit spóroltam a gumival, mert ugye nem tudtam volna meglépni előlük. Jönnek a boxba. Következőben reagálunk. Mindegy, volt előnyünk. Elvileg nem kéne teli tankoljam, ugye? De ugye ezt nem próbáltam le, úgyhogy nem tudom. Tankolunk. Nem rakjuk teli. Thank you.
Nem tudom, hol tűnt, miért vannak 11 másodpercre a Mozsi Kevin páros. Ugye Pajci messzebb volt tőlünk, mindegy, most tudok spórolni, egyelőre jól állunk, de nem kiabálok el semmit. Bejött a lelépős taktika. Pajci nem hard gumin van, az biztos.
mozsi hoz rajtam körönként majdnem egy, több mint egy másodpercet. Nem értem, hogy hogyan csinálja. Komolyan mondom. Lehet, hogy hárdon indultak. És most vannak médiumon. De hát akkor is akkor nem tudott volna, de ennyiben nem lenne gyorsabb, nem. Szélárnyékkal se, hogy 30 százalék menjen. Nem tudom, mindjárt kiderül. Nem hibázok, 4 kör után utolér. Gyanús, mert ugye a pajci is még mindig nem jön, még mindig nem. Nem tudom, hogy mi van. Egy két médium, egy hárdosat, nem tudom. Kár lenne ezért a versenyért, hogy ekkora taktikai hátrányba kerültem volna. Na jó, Pajci kijött, az oké, okay, ő két médiumos etapot ment. Akkor Mozsi hárdon kellett, hogy kezdjen. Most azt kéne gyorsan kiszámolni, számoljátok már nekem ki, létszően nincs időm, hogy a 7 perc 50, amennyi vissza van, hány kör üzemanyagot kell hozzá. Nyomhatom vagy nem nyomhatom, az a baj, nincs időm most kiszámolni, mert megállt a különbség, úgyhogy elkezdeném nyomni, hogy forgatni, ha lehet. A 1.38 végével számolhattok. Zalám csapatfőnök úr, várom a válaszod.
Na. Négy és 4-5 kör. Jó. Köszönöm. Akkor elkezdjük küldeni. Ennyire csőbe húzzam magam, gyerekek. Még mindig elég lesz, srácok.
Mozsi kilépett, srácok, pedig szerintem az utolsó körben nagyon necces lett volna verseny. Hát így, ugye én plusz kört megyek, mert még átértem a leintés előtt, hogy lejárt volna az óra. Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek. Tanulságos verseny volt, most már csak be kell gurulni. Most már csak be kell gurulni. El sem hiszem. Azért jól ki lett számolva, srácok, látjátok az üzemanyagot? És igen! 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 Úristen! Igen! Nagyon szépen köszönöm! Nagyon szépen köszönöm, srácok, a segítséget. Kicsit féltem, hogy nem fog bejönni az a lelépős taktika, de bejött, úgyhogy. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Átmegyek a partiba, úgyhogy várjatok egy picit, hallani fogjátok az interjút, akkor nincs parti. Miért nincs parti? Nincsen parti, amihez csatlakozni tudnék. Na, az hogy lehet? Várjatok. Még nem tudom, hogy mi van. Mozsi kilépett. Nyelkelezzük, hogy parti van-e. Úristen, még mindig remegek. Tibi, mindjárt visszahívlak, jó? Mert amíg megy az élő, addig nem tudok elmenni ugye a lakásba, hogy ne hallatszom bele, úgyhogy visszahívlak utána. Na, megvan a parti, srácok, megyek át a partiba. Háló, sziasztok! Megjött Halló, Fecánk is, sziasztok! sziasztok! Milyen volt a verseny, srácok? Megjött Santer is. Nem, az a baj, hogy én is élőzök, és nem mondhatok csúnyát, de Nem gond... baj, majd. Majd utána, a csúnya részét utána, most a szép rész jön. De csak csúnya szavakkal tudnám kifejezni most az érzésemet, hogy mennyire jó volt. Hogyha Ja, értitek, mire gondolok, érted? értem, akkor semmi rosszat nem akarsz, csak nem akarsz rosszat mondani a jóval. Igen. Na, iszonyatosan jó volt, A iszonyatosan jó magyar volt. Mi értés, igen. történt a Mozsival? Nem tudjátok a végén? Beszélt valaki vele? Hát, én szerintem megtört, hogy nem ért utol a végén, és hogy átért a célvonalon azon a fél másodpercen, és nem akarta befejezni. Pedig nagy baj lett volna. Milyen taktikám volt, hogy Két így. kiálláson. Ja, egy Igen. kiálláson, ő kettő. Mindenki két kiálláson volt. Te voltál csak egy kiálláson. Azt a... És ha nincsen egyébként a Mozsinak a két egy másodperc, utolér simán. Kapott kétszer egy másodpercet a Sennheisbe, annyira ment utánad, és igazából azon múlt neki ez a két másodperc. Nem Ahogy mondod, de mirált. kétszer médiumon jöttek. Igen, médium, egy kör, hár, majd vissza médium, úgy ment mögötted a Mozsi. Aha. Akkor A ezért nem pajacra, az értettem. a pajcira vagyunk nagyon kíváncsiak, mert a pajcira azt gondoljuk, hogy elrontotta a kerékcserét, és az utolsó négy körbe kétszer volt kint a hárgumi miatt. Nem értem, nem értem. Én nagyon örülök, úristen. Én próbáltam ugye nagyon vigyázni a gumira meg az üzemanyagra. A verseny elején ugye azért nem is támadtam, és ugye ilyen
3-4 vagy 5 kör, vagy nem tudom mennyi volt vissza ugye a tegnapi teszt, ugye a 25 perc felé, és úgy láttam, mintha mind a ketten szenvednének egy kicsit a gumival, úgyhogy megpróbáltam egy váratlan előrejövetelt. Ugye próbáltam a Kevint is a középső szektorban megelőzni, hogy előre tudjak menni. Igen, ott nyomtál egy ritmusváltást, azt mi is észrevettük, hogy hirtelen Azt, elment igen. a... Ez ugye szándékos volt, ugye próbáltam előtte ugye az üzemanyag kisporolni, hogy tudjak egy 3-4-5 kört megnyomni, hogy elbírjak menni, és akkor láttam, hogy kijönnek, akkor nem mertem várni. Még bírta volna a gumim szerintem egy a 3-4 kört, meg az üzemanyagom is, hogyha visszaveszek, de ugye reagálnom kellett rájuk, de majdnem megszívtam akkor ezt az egy kiállást. Én végignyomtam hárdon, basszus. Nagyon rossz volt. Mondom, ha nincs a penalti szisztem, akkor utolér a mozsi, akkor nincs mit ledolgozni, és tud menni. Akkor azt mondom, hogy utolér, és akkor kard ki, kard a vége. Cső. És akkor ugye talán a hárgumi miatt alul maradsz, de így, hogy nem sikerült neki, így tártalan a téma, majd a következő fordulóba kiderül. Na ez tudod, Bocs. mit mutat most? Hogy muszáj vagyok egy kicsit több időt fordítani rá, meg gondolkodást, mert én erre nem is gondoltam, hogy egy kör hard és aztán médium. Hogy a két kiállást visszahozza a végéig a médium. Ugye? Hát, Mert nem nagyon mentem összeír a két hardon. taktika, ahogy látod. Ahogy ez nagyon Érted? jól összeír a Nem, két men, taktika. nem, nem mentem hárdon, és nem tudom, hogy nem tudtam, hogy mennyivel lehet lassabbat menni, tudod. A végén már mondtam, hallod, néztem a telefonomat, meg volt nyitva a hozzászólás, az élő, és ne, annyira stresszben voltam, hogy jön rám a mozsi, hogy nem tudtam kiszámolni fejbe, hogy elkezdhetem-e nyomni, van-e még üzemanyagom, vagy nem, mert ugye spóroltam. És akkor Aha. mondtam nekik, hogy a nézőknek, hogy próbálják már meg nekem kiszámolni, és akkor írták, hogy még 4-5 kör, meg mit tudod, hogy, és akkor tudtam, hogy elkezdhetem nyomni. Különben utolért volna egy 2-3 körre hamarabb, amúgy. Hát igen, ez fordul. Na Tű. mindegy, és a többiek? Még Nem visszatérünk tudom. hozzá is, egyszer nem megy sehova. Jó. Sokat. Ott egy nagyon picit volt ilyen mikrolag, az picit zavar, de nem volt semmi probléma remélhetőleg. Az utolsó előtti kör volt, ez a dél-afrikai srácot nem értettem ott. Most nem tudom, hogy most engem hibáztat-e, vagy nem tudom, mi volt ott az. A szennes után fogta, tehát ahogy kijöttünk a szennesből, így próbáltam tartani az ívemet. Kicsit nekem jött, aztán ő miatt visszalassult. Én egy jelenzet sajnálom, mert végig mögötte voltam. Nyilván ezt le kell dolgozni, és ezért mögén került. Egyébként tök jól el voltam, és így kíváncsi voltam, hogy mire fut ki a végére a verseny végére a történet. Én meglepődtem, jó, hát Mozsi kilépett, hogy ötödik lettem, de így pozitív csalódás, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget. Na, aki akarja, folytassa. Ki van itt? Szívzekó, Santer, bárki. Pajci, itt a Pajci, és nem beszél, csöndben van. Hát akkor tényleg Pajci, hát ővé lett a dobogó harmadik helyen. Kis szerencsével. A kerékcserédről messze is szándékos volt az a sok kerékcseréd. Ebből végén sikerült felhozni a harmadik helyre. Jót mentél, nagyot mentél. Nagyon ügyes voltál, megleptél. Ilyen Egyelek meg. átfogó készültél. Nagyon-nagyon megleptél. Na mi az Isten ez? Hát nem hiszem, elmondom. Honnan jönnek ezek ennyire? Hú, nagyon jó volt. Azért ott a hátsó fertályba is mentek ott a csaták. Santer. Ó, sziasztok. Te vagy, szia Miklós.
Igen, de ott Rudival, meg Anzerrel, meg a Tagoffárral, Dabrászsal ott azért ti végig csatáztatok itt, ahogy néztem így 7-től 10-12. Helyig itt akkora helycserék voltak, meg csaták, meg azért kiki harcok, kisebb érintések is. Jó, jó volt nézni. De ki van még itt? Miki? Sziasztok. Te rég voltál nálunk, nagyon-nagyon rég voltál nálunk versenyezni. Hát igen, egy évet kihagytam, és ez volt egy ilyen felhozó verseny, vagy egy ilyen visszatérő verseny. Csak hát ugye nem számítottunk rá, hogy ilyen erős mezőny fog összejönni. Mert ugye, amikor meghívtál, akkor ugye még kevesen voltak, és úgy volt, hogy nem lesz jelentkező. Aztán ugye jöttek a profik. De jó volt, nagyon-nagyon élveztem egyébként. Éppen nem tudom, hogy láttátok-e, hogy ilyen spórolós technikával, taktikával mentem egy kiálláson, és arra gondoltam, hogy ha sikerül stabilan tartani, akkor nem hibázok, akkor a tizedik helyet megpróbálom megcélozni, és majdnem össze is jött az utolsó kanyarban, viszont ott már nem akartam rizikózni, mert kicsit beinogott alatt az autó, és akkor inkább elengedtem a kollégát, a Hunsantert. Hát nem bírtam megtartani. Igen, és most mutatkozott be az eseményeinken. Igen, együtt találkoztunk. Srácok, elnézést, hogy beleszólok, én lelépek, mert még el kéne köszönjek az élőbe, jó? Nagyon szépen köszönöm a versenyt, jövök még vissza hozzátok, de kilépek addig a partiból, jó? Jó, így szerintem egy két. Oksi, jók legyetek, nagyon jó verseny volt. Gratula mindenkinek. Halihó, sziasztok. Aha, igen. Élőbe? Igen, Hali. Na, itt vagyok, srácok. Nem tudok mit mondani, mert nem szeretnék csúnyán beszélni, mert tényleg csak úgy tudnám kifejezni magam most, amennyire örülök ennek az egésznek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a szurkolást, és hogy néztetek, és még mindig itt vagytok velem. Ilyen versenyekre számíthattok majd a Porsche kupába. Próbálok készülni, most kiderült, hogy ugye két kiállás volt a taktikája Mozsinak, én ezt majdnem meg is szívtam, erre nem gondoltam, de ugye már a legközelebb már okosabb leszek, úgyhogy köszönöm a segítséget, köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk. Jók legyetek, sziasztok!